Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Pár hete kaptam egy üzenetet Instagramon, hogy kaptam egy kuponkódot, amivel megrendelhetek egy mystery boxot, egy olyan holmit, amit elküldenek nekem, és lesz benne valami. Nem tudni, hogy mi. Na most sosem csináltam még ilyet, és szeretném az elején hangsúlyozni, hogy ez nem reklám, tehát ez a cég egy fillért nem fizetett nekem, ezért pusztán a saját kíváncsiságom hajtott, és azért osztom meg veletek, mert benne van, hogy ez egy ordas átferés, vagy pedig nem az, de mindjárt kifejtem a részleteket, előtte viszont iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. Szóval az Instára beérkező üzenet az úgy hangzott, hogy szia, úgy döntöttünk, hogy adunk 20 embernek egy Bike Mystery Kit 2.0, hát ez egy ilyen bringes mystery csomag, $80 az értéke, és erre adnak nekem egy $80-os kuponkódot, tehát hogy ingyen meg tudom venni. Nagyon alaposan vissza kellett túrni az emlékeimben, de aztán rájöttem, hogy ez az MTB Era nevű weboldal, ez pár hónappal ezelőtt még valamikor tavasszal csinált egy ilyen játékot, hogy írd meg nekünk üzenetben, hogy win, meg oszd meg ezt a sztorit, és akkor nyerhetsz valamit. Most nyilván annyira ártalmatlannak tűnt az egész, nem hiszek ezekben a hülyeségekben, rányomtam. Hát valószínűleg ezért kaptam meg ezt a $80-os kuponkódot. Na de, mi az a Bike Mystery Kit 2.0? Ez volt a legérdekesebb dolog. Illetve véletlenül még tovább megyünk, írtam nekik, hogy érdekel a dolog, megküldték nekem ezt a kódot, egy háromjegyű K80 kód volt, ezt amikor rányomok a vásárlásra, a checkoutnál, akkor ezt be kell ütnöm, és akkor elméletileg nullázódik a fizetendő összeg. Ezt nagyon hangsúlyozták, hogy délután 2-ig, másnap délután 2-ig él, utána elvész, és még kérték, hogy küldjek róla egy instasztorit, hogyha megjött a cucc. Na de, hogy mit tartalmaz a Bike Mystery Kit 2.0? Ebben a dobozban lehet nagyjából bármi és akármi. Nyilván bringelhoz kapcsolódó dolgok, a skála egyik vége az kulacs, aki bringelzik, azt tudja, hogy sosincs elég. A másik vége viszont egy Pivot Firebird Pro, ez az EVS, tehát az Enduro World Series-en futó és ott nagyon-nagyon sikeres versenyenduro bringa. Hát én most néztem egy gyors konfigurációt, valamivel több mint 4 millió forintba kerül. Tehát a kulacsos skála egyik vége, a profi versenybringa a másik vége, a kettő közt pedig van Bluetooth kihangosító, hátizsák, GoPro, Apple Watch, baseball sapka, ilyen hortáska, napszemüveg, minden. Tehát, hogy megrendeled $80-ért ezt a dobozt, és valami lesz benne. Vagy nem. Szóval, hogy egy kicsit hitetlen voltam még ezen a ponton, de amikor tényleg rányomtam, hogy buy it now, tehát hogy vásárlás, és beütöttem ezt a kódot, amit ők megadtak, akkor tényleg a $103-os költség lement $23-ra, mert hiába ez a kód, ettől függetlenül még nekem kellett fizetni a posta költséget. Na most, amikor ez az egész elkezdődött nagyjából 6 hete, ez a $23, ez 8001-2 forint volt. És hát alapvetően ilyen hülyeségekre 8000 forintot kihajítani sajnálnék, de aztán elgondolkodtam rajta, hogy ha most ez itt egy átverés, akkor oké, 8000 forintom oda veszed, de legalább csináltam belőle egy videót, ebben benne lesz a tanulság, meg majd együtt megdumálhatjuk, hogy ez mekkora baromság volt. Ha viszont nem átverés, és jön valami ebben a mystery boxban, ami valóban értékes és érdekes, akkor még akár jó pofa is lehet. Úgyhogy most először csináltam ilyet az életembe, rányomtam, hogy rendelés, itt van. A Subtotal $23.99, lecsippantotta szépen a kártyámról ezt az összeget, és elment a pénz. Igen, itt van közben a lista, Pivot Firebird Pro, Ray-Ban unisex napszemüveg, Patagonia hortáska, pedál, hátizsák, bukósisak, tehát hogy vannak benne tényleg olyan jó dolgok, amiket tudnék használni. Ennek nagyjából 5 hete, hogy rányomtam, vagy 6, és így nagyjából el is felejtettem az egészet. Ma reggel viszont csengetett a postás, és már vetettem volna rá magam a csomagra, viszont úgy voltam vele, hogy ha csinálok ebből egy videót azért, hogy tanuljunk belőle, hogyha esetleg átvernek, vagy valami ilyesmi történik, akkor jó lenne, hogyha ezt a csomagot interaktív módon itt a kamera előtt bontanám ki. Úgyhogy itt van. Én annyira bízom benne, hogy bicikli lesz, tényleg bízom benne. Állítólag be lehet vonzani ezeket a dolgokat, hogyha az ember eléggé akarja. Úgyhogy elkértem Dani szent és sérthetetlen snitzerét, úgyhogy most óvatosan megkezdem a csomag felboncolását. És tényleg izgulok, tehát
nem a 8000 forint miatt, hanem hogy ezek az interneten terjedő hülyeségek azért viszonylag gyakran kiderül, hogy ezek átverések. Na most egyelőre az látszik, hogy ebben a csomagban valami puha dolog van. Próbáltuk megtippelgetni, hogy mi lehet benne. Gyere már ki! De be van csomagolva. Azt a mindenit! Casual Day Packs. Jelentsen ez akármit is. Na most, ha jól látom, ez egy ilyen, nem is tudom, vészhelyzeti hátizsák. Az a lényeg, hogy van egy ilyen kis csomag, amiből az ember ki tud csomagolni valamit, amiben aztán becsomagolhat dolgokat. Hát igen, egy szükséghátizsák. Nyilván mindenkivel előfordult már az, hogy csak így megy az utcán, és a rohadt életbe, de jó lenne, ha lenne nálam egy hátizsák. Viccet félretéve, még akár jó is lehet valamire. Van benne egy, így az a táska, amiből kicsomagoltad, abból így lesz egy ilyen kis telefontartó benne, itt el lehet rakni csokit, meg van neki egy egész jónak tűnő űrmérete, viszont nagyjából semmi tartása. Nem tudom, megnézem ezt a... Van a helyi műrgyártya, jó vagyok ilyen outdoor dolgokban, de róluk még nem hallottam. Van a helyem a háború istene. Aha, hát itt vannak ilyen sátrak, meg egyebek. Mi? A 40 négyzetméteres sátor, ez nagyobb, mint a házam. Ez 2500 euró. Azt az úristeni többi. Hát, magamtól nem adtam volna érte 8000 forintot. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy tudok nélni enélkül, a hátizsák nélkül. De minden esetre tapasztalásnak jó volt, legalább készült belőle egy ilyen kis videó. Amúgy nézd meg tényleg, milyen praktikus már, hogy így fogod, és csak így beletömöd önmagába, és egy hátizsák. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Több mystery boxot nem vagyok hajlandó rendelni, mert egy picit csalódtam.